kommunizmus áldozatainak emléknapja a Terrorházánál. A hideg miatt vörös kódriasztás országszerte. Újabb kormányablak nyílt a 6. kerületben. Megalakult a látássérültek közösségi klubja az 5-ös 10-ben. Terézváros ifjú tehetsége pályázat. Szülői bál a 6. kerületi Bajza utcai általános iskolában. Köszöntöm Önöket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják itt a 6-os csatornán. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szervezésében ez évben a Terrorháza Múzeum volt Magyarország kormánya hivatalos megemlékezésének helyszíne a kommunizmus áldozatainak emléknapján. Áder János és felesége mellett Schmidt Mária, az Andrássy út 60 szám alatti Terrorháza Múzeum főigazgatója, valamint Tallai Gábor programigazgató is elhelyezte az emlékezés mécsesét a Hősök falánál. Február 25-én a múzeum kiállításait térítésmentesen lehetett megtekinteni. A 18 órakor kezdődő központi rendezvényen köszöntőt mondott Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum főigazgatója, majd emlékbeszédet mondott dr. Horváth János, az országgyűlés volt korelnöke, és dr. Navracsics Tibor volt miniszterelnök helyettes. A megemlékezés után a résztvevők gyertyagyújtással és néma főhajtással tisztelegtek az áldozatok emléke előtt a Hősök falánál. A következő napokban is várható extrém hideg idő miatt az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára szombat déltől vörös kódriasztást léptetett életbe. A kormány tavaly döntött a vörös kód intézményének bevezetéséről. Ez azt jelenti, hogy ha extrém hideg esetén kiadják, akkor a bentlakásos szociális intézményeknek is ellátást kell biztosítani hajléktalan embereknek, amennyiben a diszpécser szolgálat azt jelzi, hogy a hajléktalanukat ellátó rendszer az adott szükségletű hajléktalant nem tudja fogadni. A diszpécser szolgálat telefonszáma 061-338-4186 megtalálható a diszpécserportál.hu oldalon is. A riasztás a mostani meteorológiai előrejelzések alapján várhatóan egy hétig lesz érvényben. Ünnepélyes keretek között adták át február 20-án a Nyugati pályaudvar Ceglédi várójában kialakított kormányablakot. Az épület 435 millió forint felhasználásával uniós támogatásból újult meg. A közigazgatás fejlesztésének köszönhetően ma már 270 kormányablakban, 1500 fajta ügytípusban intézhetik ügyes-bajos dolgaikat az emberek. A mai önkormányzati percek vendége lesz Fischer Tamás, a Budapest Kormányhivatal 6. kerületi hivatalvezetője, akitől bővebben is hallhatnak majd a témáról. Nagyon nagy öröm itt lenni most újra egy ilyen ünnepélyes átadón, és egy picit engedjék meg, hogy visszaidézzem azokat a gondolatokat, hogy hogyan is indult el ez a projekt, a MÁV állomás fejlesztéshez kapcsolódó kormányablak kialakítása terén. 2013-ban jött az a gondolat, hogy a MÁV is vegyen részt, vállaljon szerepet Európai Uniós támogatás igénybevételével, annak érdekében, hogy az állomásokban tapasztalható területeket, fennálló helységeket újítsuk meg, alakítsunk ki kormányablakokat, hiszen az állomások azok a települések jó részében, a település központjában vagy annak közelében helyezkednek el, tehát nagyon jó közlekedési irányokba esnek. Nyilván az utazóközönség, aki szintén érintett lehet az ügyintézési folyamatban, itt van a helyszínen. Az idő úgymond hasznosan tud telni, és nem utolsó sorban pedig az esetenként leromlott épületek állagát is fel lehet újítani, tehát úgymond egy győztes, mindenki számára győztes pozícióból lehet az építkezést elkezdeni.
Pál László, a MÁV stratégiai vezérigazgató helyettese, az állomásfejlesztés és integrált ügyfélszolgálat fejlesztés kormányablak projektről szólva hangsúlyozta. A program keretein belül uniós források bevonásával az ország több vidéki városában alakítottak ki felújított vasúti épületekben kormányablakokat. Bajkai István Erzsébetváros alpolgármestere szerint a megnyitott kormányablaknak köszönhetően nem csak a terézvárosiak, hanem az ország minden állampolgára is kulturált környezetben gyorsan és kényelmesen intézhetik ügyeiket. Nagy örömömre szolgál, hogy Terézvárosban élők, Erzsébetvárosban élők, a belvárosban élők egy új kormányablakot vehetnek úgymond birtokba, és ezáltal sokkal könnyebben, egyszerűbben és gyorsabban, illetve hatékonyabban intézhetik az ügyeiket. Azt gondolom, az egyik legfontosabb feladata a kormányzatnak, de az önkormányzatoknak is, hogy az itt élők az ügyeiket gyorsan, hatékonyan és jó szakszerűen elintézhessék. Ma már az állampolgárokat érintő ügyeknek a kétharmada az kormányablakokban történik, és egy koncentrált pontban lehető legtöbb ügyet képesek úgymond megoldani. Az itt dolgozó kollégák, bízom benne, hogy így lesz mindig, a lehető legnagyobb szakértelemmel és empátiával fogadják az ide érkezőket, és ehhez is kívánok nekik jó munkát. Az itt élőknek, Terézvárosban élőkben, belvárosaléknek pedig egy hatékony ügyintézést kívánok. György István, a fővárosi kormányhivatalt vezető kormány megbízott a kezdetekről szóla felidézte. A kormányablakok létesítését csaknem 200, az ügyintézést egyszerűsítő jogszabálymódosítás előzte meg. Álláspontja szerint az ügyfélbaráttá vált hivatalok a kormány közigazgatásfejlesztési programjának legsikeresebb elemei közé tartoznak. Budapesten a 29. kormányablak átadásán vagyunk ma itt, ami azt jelenti, hogy Budapest minden kerületében van kormányablak, sőt, több olyan kerület van, ahol nem is egy, hanem kettő, és hallottuk a felkonferálásban, hogy még a tavasz folyamán a keleti pályaudvaron is megnyílik egy kormányablak. Ezzel válik teljessé a budapesti kormányablak rendszer, összesen tehát 30 kormányablak áll az ügyfelek rendelkezésére. Kovács Zoltán, a miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkárának tájékoztatása szerint a kormányzat 2010 után új alapokra helyezte az ügyfélszolgálati kultúrát. A kormány 2010 után elhatározta az ügyfélszolgálati ügyintézési kultúrának a megújítását. Ennek több része volt. Az egyik, hogy integrált ügyfélszolgálatokat hozott létre, hogy ne kelljen az ügyfélnek különböző helyekre elmenni és különböző helyeken ügyeket intézni, hanem egy helyen lehessen ügyet indítani, és adott esetben, hogyha erre lehetőség van, el is intézni. Ehhez kialakította a kormányablak rendszert, 29 alapvetően megyei jogú városokban indult ez a projekt, 270 kormányablak került átadásra. Ehhez csatlakozott a MÁV ZRT is, amely vállalta, hogy a MÁV pályaudvarokon talán egy kicsit unikumnak számító kormányablakot hoz létre, és ad át a nagy közönségnek. Eddig 6-ot sikerült átadni, és 7 van még hátra. Békés Csaba, Székesfehérvár, Keleti pályaudvar, és még Füzesabony, és még néhány város, Cegléd itt a közelben. És ez azért fontos, mert valóban az utazó közönséget nem csak a vasúti szolgáltatás terén igyekszik kiszolgálni, hanem kiszolgáljuk az állami ügyintézés terén is, hiszen a várakozás így, ahogy elhangzott, nem felesleges időtöltés, hanem lehet időpontot foglalni, és magam adtam át a pécsi pályaudvaron. Ott az ügyfelek tesztelték a rendszert, előző nap megnézték, hogy mennyi időbe telik egy ügyintézés, és a vonat indulásához igazították másnap az időpont foglalást, vagy harmadnap. Tehát bevált a rendszer ilyen módon. A jövőt illetően az államtitkár elmondta, a közigazgatásban nagyon komoly informatikai fejlesztés folyik, amelynek eredményeként 2019-ben a kormányhivatalok többek között összekapcsolódnak a földhivatali és a közlekedési hatósági ügyintézési rendszerrel is. Az államtitkár az elért eredmények közé sorolta,
hogy az ügyintézés immáron nem csak gyorsan és pontosan, hanem megfelelő esztétikus környezetben zajlik. 2018. február 20-án ünnepélyes keretek között átadhattuk Terézvárosban a második kormányablakunkat. Ez budapesti szinten már a 30. kormányablak. Szeretném kiemelni, hogy ez a második Terézvárosi, és ugyanúgy az első kormányablakunk, az Andrássy út 55 szám alatt található kormányablakunk változatlan nyitvatartással fogadja az ügyfeleket, és ezt kiegészítve ugyanúgy a terézvárosiaknak, illetve országos illetékességgel bárkinek nyitva áll az ügyintézésre ez a csodálatos helyszínen megnyíló nyugati pályaudvari kormányablak, amely a nyugati pályaudvar Ceglédi várójában került kialakításra. A kormányablakunk az Eiffel tér mögötti épületszárban helyezkedik el. A megközelítésnél azt szeretném útravalónak mondani mindenkinek, hogy a pályaudvar felől kell megközelíteni a kormányablakunkat, tehát a 16-os, 17-es vágányok magasságában, de a pályaudvari folyosó felől kell bejönni, ott van a főbejáratunk. Idén februártól már Terézvárosban is megkezdte működését a látássérültek közösségi klubja az 5-ös 10-ben. Az első lámpás klubnapot február 21-én tartották. Az eseményen elsőként Lukács Böbke, a Terézvárosi Közösség civil szervezője köszöntötte a megjelenteket. Mostantól minden hónap harmadik hetének szerdáján jönnek majd össze a klubtagok, és a foglalkozásokat igyekeznek majd minél tartalmasabban kitölteni. Terveik szerint meghívnak előadókat, szerveznek közös mozi és színházlátogatást, kirándulást, és igyekeznek sok hasznos információval segíteni sorstársaiknak. A mai Terézvárosi magazin vendége az egyik látássérült klubtag lesz. Az összejövetelen Fodor Ágnes, a Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének elnöke, a Közösség Lámpásai elnevezésű uniós támogatásból megvalósult projekt lényegét ismertette. Eszerint a VGKE célja a vak és gyengéllátó emberek érdekeinek képviseletén túl a látássérültek társadalmi integrációjának támogatása. A Közösség Lámpásai a szervezet első olyan jelentős, az EU társfinanszírozásával megvalósuló programja, amelynek célja a közösségszervezés. A látássérültek fokozott elszigeteltségben élnek, aminek oka leginkább korlátozott mobilitásuk, ami végső soron alulinformáltsághoz és rendkívül gyenge érdekérvényesítő képességhez vezet. Ha a látássérült mellett nincs egy jó szándékú rokon, ismerős, barát, aki információval látja el, az ember könnyen elszigetelődhet. A Közösség Lámpásai projekt a szolidaritás kis szigeteinek felépítésével megoldást kínál a mindeddig kilátástalannak tűnő problémákra. A projekt során képzett közösségi mentoraik felkutatják és közösségé szervezik a vakokat, gyengéllátókat, majd a közösség igényeinek és javaslatainak megfelelően szervezik a klub életet. Hallhatták a VGKE elnökétől, aki Bundula Csaba terézvárosi alpolgármesterrel együtt gyújtotta meg a 6. kerületiek első lámpását. Az igazság, hogy ugye én nagy lelkesedéssel fogtam ehhez az egész klub megnyitásához, és én úgy érzem, hogy jól sikerült, és ennek nagyon örülök. Veled már találkozhattak a kedves nézők, anno annak idején az utcai óvodában egy érzékenyítő napon vettetek részt. Te is terézvárosi vagy, és plusz alelnök is, tehát két minőségben kérdezlek most téged. Milyen érzés, hogy itt a 6. kerületben is megnyílt ez a klub, és mit jósolsz, mit vársz ettől a klubtól?
Régen tervezi a VGKE, hogy a 6. kerületben is elindulhasson a klub, ez évben tudott megvalósulni. Nagyon-nagyon örülünk. Ez most már a 14. helyszíne a VGK-nek, ahol kerületi mentorok dolgozhatnak. Én személy szerint el fogok járni ezekbe a klubokba, mert én nagyon társasági ember vagyok, és a fiamat is el fogom hozni, és én nagyon szeretek Terézvárosban lakni. Böbke, te mit vársz ettől a klubtól? Milyen programokat gondolsz? Mennyire bízol abban, hogy ez egy sikeres klub lesz? Én nagyon bízok benne, mert amit én elkezdek, hozzáfogok valamihoz, az biztos, hogy sikerülni fog. Mert ugye elég határozott vagyok ahhoz, és elég olyan egyén vagyok, aki mindent megold. Én közösséget szeretnék összehordani itt a 6. kerületi látássérülteket, és megvan azok a kis ablakok, ahova el kell mennem, hogy felkutassam őket. És én igenis olyan programokat szeretnék, és olyan klubnapokat, amik végül is a tagok alapján. Szóval szeretném megkérdezni tőlük, hogy mit szeretnének, hova szeretnének elmenni. Igényeket szeretnék felmérni, és azok alapján fog a programok megvalósulni. Bundula Csaba, 6. kerületi alpolgármester beszédében azt hangsúlyozta, hogy az önkormányzat számára egyértelmű volt, hogy a kezdeményezés mellé áll, és minden lehetséges módon támogatja a látássérültek klubjának megalakulását, és persze későbbi működését is. Ennek első bizonyítéka, hogy anyagi segítségüknek köszönhetően a terézvárosi látássérültek átvehették azokat a futár távkapcsolókat, amelyek az önálló közlekedésben nyújtanak értékes segítséget. A speciális, ám igen egyszerűen működő távkapcsoló alkalmas a megfelelően felszerelt gyalogos átkelőhelyeknél elhelyezett lámpák hangosítására. Amikor a látássérültek képviselői megkerestek bennünket, teljesen természetes, hogy azonnal igent mondtunk a támogatási kérelmükre, hiszen olyan élethelyzetben lévő emberek közösségét alakítják ki itt a 6. kerületben, akik minden segítséget, minden támogatást megérdemelnek. Amikor megtudtam, hogy megkapom ezt az ajándékot, ez nagyon megható volt, főleg az a történet, amit elmeséltek emellé. Vagány Elemér és Tacsi a főszereplő. Ezek a logói ennek az egyesületnek, és arról szól ez a mese, hogy volt egy kisfiú, akit nem fogadtak el a társai, mert vastakeretes szemüveget hordott. Nem fogadták be maguk közé a többiek, de amikor egy táncversenyen elindult a kisfiú, és hatalmas sikert aratott, megnyerte a versenyt, onnantól kezdve befogadták, mindenki a barátja akart lenni, és attól a pillanattól kezdve a társaság a diákközösség egyik központi figurája lett, és ez a kis bábú azt szimbolizálja, hogy a látássérültek is igazi életet tudnak élni, ha nem is látnak jól, az élet egyéb területén rendkívül produkciókra képesek, és azt kívánom az egyesület tagjainak, hogy találják meg itt Terézvárosban a számításaikat, érezzék magukat jól, és a lehetőségeikhez képest próbáljanak minél teljesebb, minél szebb életet élni. Természetesen minden új dolog érdekel, és különös örömmel töltött el, hogy a Terézvárosban is megnyílik egy ilyen klub. Az interjú előtt beszélgettünk, és azt mondta, hogy 13 éves koráig látóként élte az életét, és akkor fedezték fel, hogy valami baj van a szemével. Hogy élte meg ezt a változást? Hogy éli meg a napjainkban ezt az életmódot? Ez egy olyan betegség, hogy nagyon lassan romlott a látásom, tehát a nehézségek fokozatosan növekedtek, és olyan lassan növekedtek, 5-10 évenként romlott a látásom, hogy ehhez hozzá tudtam szokni. Természetesen azért adódtak ebből problémák. Mit üzenne a társadalomnak, hogy miben tudnak önöknek segíteni? Legyenek egy kicsit megértőbbek, legyünk toleránsabbak, és hát néha nekem magyarázni kell, mert
mondjuk az én esetem annyiból különbözik, hogy a mozgásomban nem látszik a fogyatékosság, és az emberek azt nem értik, hogy valaki, mert az, hogy valaki vak és nem lát semmit, azt megértik, de az, hogy mozog, de mégis az olvasással nehézsége van, ezt nagyon sokan nem értik, hogy miért nem vesz föl szemüveget, és akkor el kell kezdeni magyarázni, hogy hát kérem szépen, nekem olyan betegségem van, amire a szemüveg nem segít. Mit vár ettől a 6. heti lámpás klubtól? Azt várom, hogy jó programok legyenek, talán én is tudok egy-két programba beszállni, ha van érdeklődés bizonyos témák iránt. Felkeltette az érdeklődésemet az 5-10, és nagyon remélem, hogy esetleg más programokra is el tudok jönni, és mindenféleképpen nagyon jó ötletnek tartom, hogy a Terézvárosnak saját kultúrközpontja van. Rengeteg dolgunk van még, és el szeretném mondani, hogy a Böbke mellé keresünk egy látássérült kollégát, úgyhogy aki azt érzi magába, hogy ő is segíteni tudna az embereknek változatos programokat szervezni, szívesen várjuk az ön életrajzait a VGK-be is, és tudunk munkalehetőséget is ajánlani. Ezzel kapcsolatban engemet is megkereshetnek. Lehet jelentkezni nálom a 0630 498 9094-es telefonszámom, vagy az e-mail címem pedig lampas.terezvaros@gmail.com-on. És természetesen a Facebook oldalunk is van, ami lámpás.terezváros. Meg lehet találni. Kik jelentkezhetnek, és mikor vannak a klubnapok? Igen, a klubnapunk minden hónap 3. szerdáján van, 15-től 17 óráig, itt az 5-10-be, 3. emelet 321-es klubszobába, és azok jelentkeznek, akik végül is látásérültek, vagyis valamilyen rokkantsággal kapcsolatban le vannak legalább 40%-ra, ugye százalékolva. Budapest főváros 6. kerület Terézváros önkormányzat képviselőtestületének humánbizottsága a tehetséges kerületi fiatalok támogatása érdekében pályázatot hirdet a Terézváros ifjú tehetsége önkormányzati támogatásra. A támogatás hazai és külföldi versenyeken, mesterkurzusokon, kiállításokon, bemutatókon való részvételre nevezési díj, úti költség, szállásköltség, anyagköltség, eszközbeszerzés finanszírozására, sport és hangszervásárlására vagy bérlésére használható fel. A pályázatot az erre a célra rendszeresített adatlapon személyesen kell benyújtani a Budapest főváros 6. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal humánszolgáltatási főosztályán. A támogatásról érdeklődni lehet a 061-342-7582-es telefonszámon. február 23-án már 9. alkalommal rendezték meg a 6. kerületi Vajza utcai általános iskola hagyományos szülői báját, ahol egy felejthetetlen jó hangulatú vidám estét töltöttek együtt tanárok és szülők. Az est programját színvonalas műsorszámok és tanári produkciók színesítették. Fellépett Szilvágyi Sándor, Liszt Ferenc és Artisziusz díjas gitárművész, Tóth Ildikó, Jászai Mari díjas színművész, Domokos László, Lázár Balázs és Talján Marian színművészek, valamint Lugosi András szülő. Az est háziasszonya Paulilla előadó művész, a 6-os csatorna ügyvezető igazgatója, főszerkesztője volt. Vacsora után tombolahúzás volt és hajnalig tartó diszkó. A szülők a belépő és a támogató jegyek megvásárlásával, értékes tombola felajánlásaikkal az iskola alapítványát támogatták. A mai Terézvárosi magazin vendége lesz Talján Marian és dr. Lázár Balázs, színész, házaspár, szülő.
Már évek óta tudósítunk a Bajzabáról, de én most tudtam meg, hogy ez már a 9. és Bódi Csilla igazgatóasszonyhoz fűződik ez a bál. Annak idején mi késztette arra, hogy elindítsa ezt a, hát mára már azért egy hagyományos bál? Igazából az ember mindig próbál valami új dolgot bevinni, ha már elkezd egy iskola vezetéssel foglalkozni, és hát így alakult, hogy másokat nézve próbáljunk meg a szülőkkel egy picit közelebb kerülni, és hát a tornateremben kezdtük 9 évvel ezelőtt, amikor úgy gondoltuk, hogy még csak egy olyan 6-8 asztalhoz leülünk majd néhányan a szülőkkel. Már a tornaterem az első alkalommal is megtelt, és hát a következő éven éreztük, hogy lassan ki is fogjuk nőni, és utána kaptuk ezt a felajánlást, úgyhogy most már itt 6. éve vagyunk a VDS székházában, mert ugye a tornaterem, bár az is egy jó hangulatú hely volt, de úgymond kinőttük. Nevezzük meg azt a szemét, aki ezt a termet biztosítja nektek most már évek óta, akinek egyébként a leánya ide járt a Bajzába, de idén elment. Az Eszter, igen, akit ugye nagyon szerettünk, mert a Diák Önkormányzatnak is a vezetője volt, de előtte a Zsófi lánya is ide járt a Székely Tamásnak, de hát igazából ez egy hosszabb időszakra visszanyúló kapcsolat, és mivel ő a szakszervezet vezetője, és övék ez az épület, ez így adott volt, hogy nem is túl messze az iskolánktól itt a Bencz úrban, ebben a szép végül is bálteremben mi meg tudjuk tartani a kis rendezvényünket. Miben változott? Hát minden éven nagyon nagy fejtörés számunkra, hogy hogyan tudnánk valamivé érdekesebbé tenni, vonzóvá a szülők részére. Nem vagyunk ugye rendezvényszervezők, mégiscsak egy pedagógus van mindegyikünknek a szakmája, és ezért mindig nagyon sokat gondolkodunk azon, hogy hogyan tehetnénk szórakoztatóvá is, vonzóvá is a szülőknek. Ami nagyon lényeges, és eddig mindig ki tudtuk használni, hogy a művész szülőket meg tudtuk kérni, hogy azért a fellépésükkel mégiscsak színvonalat tudtak adni nekünk ezeknek az estéknek, és hát nem utolsósorban pedig a lelkes kollégáim, akik mindig bevállalják, hogy egy kis műsorral még színesebbé teszik ezeket az ünnepségeket. Most már én azt hiszem, hogy a 4. vagy 5. bálon veszek részt, és hát azért látom, hogy rengeteg művész szülő volt már itt vendégként, de hát én úgy tudom, hogy idén a Simonnal gyakorlatilag majd, hogy nem elfogytak a művész gyermekek. Igazából a színész szülőkből van most így kevesebb, mert azért a Lázár szülőknek még itt van nálunk a kisfia. Én azt gondolom, hogy valahol volt egy ilyen azonos korú színész csapat, akik egymásnak átadták a helyet. Én bízom benne, hogy azért a művész szülők, legyen az operaénekes, vagy legyen valami hegedű művész, vagy zongorista, ezek között azért még lesznek a jövőben is ilyen művészek, akik eljönnek és szívesen segítik a mi báli rendezvényünknek a színvonalának az emelését. De hát azért lesznek még itt a jövőben, én azért így látom, hogy azért vonzódnak a szülők afelé, hogy olyan iskolába adják a gyereküket, ahogyan ezt a Simon édesapja nekem megfogalmazta, ahol hagyjuk, hogy a gyereke olyanná legyen, amilyen ők szeretnék. És ez egy nagyon fontos szerintem az iskola életében, hogy mi arra törekszünk, hogy a gyerekeket önmagukhoz képest mérjük, és hogy a saját tehetségüket próbálják meg ők itt kibontakoztatni. A magyar nyelven azt hiszem 24 hangzót különböztet meg a tudósok, a nyelvészek. Ezek közül az egyik a Sápszi Szentgyörgyi A betű, amit nagyon nehéz kiállítani. Megjegyzem, 4 évig szoktattak le a tájszólásról az egyetemen, most pedig ezt használom, egészen tudathasadásos állapot. Na de térjek vissza, A-E. A háromszékiek
Ásom beszélnek egy kicsit. Sem, bocsánat, a csikiak ás. Egy példával mutatom, példázom. Áll a csiki, meg a háromszéki a busz megállóban. Eltelik egy fél óra, azt mondja a csiki. A ment a busz. Azt mondja a háromszéki, Időnk a Bajzabálon, és művészházas párként fel is léptetek a gyermeketek természetesen ide jár. Miért írattátok be annak idején? Miért döntöttetek úgy, hogy a Bajzába hozzátok a gyermeket? Elég sokáig kerestük az iskolát, hogy hova járjon. Szempont volt az, hogy közel is legyen, és szempont volt az is, hogy egy jó iskola legyen. És épp most beszéltünk az igazgatónővel az előbb, hogy 8 év után nagyon hálásak vagyunk, hogy rájuk találtunk, hogy a Bajzára rátaláltunk, mert egy csodálatos 8 év áll mögöttünk, és végül is mondhatom azt, hogy a véletlen kapcsán találtunk rá. Bizonyos szempontból véletlen volt, de hát persze nincsenek véletlenek, azt gondolom, és az hozzátartozik, hogy mi nagyon kerestük annak idején, hogy egy alternatívabb módszerrel, vagy más rendszerbe kerüljön be Simon, olyan óvodába is járt, Waldorf óvodába, de hát az mindig érvényes, az a közhely tulajdonképpen ugye nem az épület, hanem a benne dolgozó emberek személyisége és közösségi összetartó ereje határozza meg egy intézménynek a mienségét. És azt kell mondanom, hogy ez az iskola ebben az oktatási rendszerben és ezek között az oktatási keretek között annyira nyitottan, rugalmasan, elfogadóan, nagyon igazi, valóságos diák-tanár kommunikációra építve próbálnak tanítani, hogy az szerintem lenyűgöző és ritkaság számba meg. Fantasztikusan, hogy meg lehet tartani egy ilyen szülők-nevelők báját. Nem is tudják, akik nem jönnek el, hogy milyen nagy érték, amit az iskola képvisel. Nem csak azért, mert a tanárok és a szülők kicsit közelebbről megismerkedtek egymással, hanem azért, mert látják egymásban az embert, látják egymásban azt a fajta törekvést, amitől működő képessé válik egy egység, a szülők, a diákok és a tanároknak az egysége. És erre egy ilyen bál hihetetlenül jó alkalmat teremt. Tehát én boldog vagyok, hogy vannak ilyen rendezvények. Nagyon sok helyen elhalnak egyébként az utóbbi időben, vagy megfásulnak egy kicsit. Nem tudom, én örültem, hogy itt lehettem és részese lehettem ennek az egésznek. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták itt a 6-os csatornán. Legközelebb a szokott időben egy hét múlva ismét találkozunk, addig is minden jót, a viszontlátásra!